Janik Bisson Kőszegi Ákos, Ellen Joy Orosz Anna, Thomas Craig Rosta Sándor, Johnny Harris Bartuc Attila. Nyomozó rejtélyei. A tavi szörny. Hűsítse magát hógombóccal. 10 óra és már 32 fok van. Nincs hűsítő, mint egy hógombóc egyenest Baltimoreból. A vaníliásat ajánlom. Akkor abból kérek. Az utolsó esély, hogy bekerüljön a szerencsés kevesek közé. Használja ki a... Ó, köszönöm, uram. Ha nincs Penny, nincs Kubi. Sejtettem. Csodaszép hölgyek, csodaszép fürdőruhákban. Mr. Alexander, Katie még nincs itt. Az az ő baja. Kérem, ő sose szokott késni. 5 percet kapnak, de aztán maguk nélkül kezdem el. Csodaszép hölgyek, csodaszép fürdőruhákban. Még egy kísérlet és kaptok egy átszállót, bár tetszik a kitartásotok. Na tűnés innen. Belépés csak saját felelősségre. Magánterület, belépni tilos. Hé, kis lóköcsök, tűnés, hogy elláttam a bajotokat? Hé! Talán túl sokat ittam. Utána a torontói rendőrség! Elnézést! Elnézést, hölgyem! Elnézést! Istenem, Katie! Mi történhetett vele? Ki tehette ezt? Uraim, Dr. Grace-nek sok a munkája a Bonds teremben, de találtam egy megfelelő helyettest. Julia! Ma délelőtt szabad vagyok, és a strandra menekültem ezelől, az iszonyú kánikula elől. Ahogy elnézem, a felügyelő is. Margaret elment a nővérékhez. Akkor jó ötletnek tűnt. Ő itt Catherine Buchanan, Miss Elaine Lawson talált rá, a riválisa a Miss Tisztaságvetélkedőn. És hol van most Miss Lawson? Most ér magához a versenybíróság sátrában, de még nem tud vallomást tenni. Valószínű, hogy vízbe fulladt. Ez igen szokatlan. Teremtőm, ez állati harapás lenne? Méghozzá egy igen nagy állaté. Lehet, hogy az ölte meg? Ezt Dr. Grace-nek kell megállapítania. Crabtree, vigy el a Bonds terembe. Dr. Grace számára ez legyen a prioritás. Mindenkit mozgósítson, és hozz el az egyenruhámat. Uram, más. Én is távozom, uraim. Doktor, köszönöm. Murdoch, én... Nézze, én korábban láttam valamit. A vízben. Mit látott? Nem tudom. Olyat, amilyet még soha. Szörny volt, egy tengeri szörny. Akkora szájjal, ami ezt tehette. Uram, be kéne mennie a napról. Tudom, hogy ez hogy hangzik, de azt is, hogy mit láttam. És az ölte meg ezt a szegény lányt. Hello, Emily. Hello. Úristen, mintha járvány pusztítana. A kánikula az oka. Minden ismeretlent ide küldenek, amíg nem keresi őket valaki. Ők mind a hőség áldozatai. Ez itt dehidratáció miatt halt meg, ez itt fulladásban.
Ez a gyermek pedig egy tetőről esett le alvás közben. 4 emeletnyit zuhant. Ez rettenetes. Valóban az. George, mit csöpögtet a padlómra? Elnézést, ez egy hógombóc. Baltimoreból. Én persze nem onnan hoztam. A parton vettem. Szerintem megviselte az utazás. Kedves, hogy gondolt rám. Megtenni, hogy behozza a hűtőkamrába? Hogyne. Végre hideg. Alig, hanem ez az egyetlen hideg hely a városban. Megmondaná a nevét? Katie Buchanan. Vissza kell mennem a partra. Volt ezen a jégen holttest? Nem, George. Rendben, uraim. Nagy területet kell bejárnunk. És minél gyorsabban. Nem szalaszthatunk el egyetlen potenciális szemtanút sem. Ideje volt már. Uram, nehéz sietni a hőségben. Sőt, ma nem dolgozhatnánk sapka nélkül. Nem, Crabtree, nem. De uram, a St. James templomba is beengedik a hölgyeket kalap nélkül. A férfiak sem hordanak zakót, nyilván minket is... a közszolgáit. Nem vág földhöz a meleg. Ahogy Afganisztánban megtanultam. Afganisztán. Ez meleg? Ez ahhoz képest egy hóvihar. Sapkát fel! Zug majd begombolni! Köszönöm! Ja, és uraim! Ne feledjenek érdeklődni egy esetleges szörnyről a tóban. Egy tavi szörnyről? Igen, Crabtree, egy tavi szörnyről. Nos, lássanak neki. Elnézést. Ön Mr. Mason Alexander? Az Alexander féle szappan, igen, uram. Ha jól tudom, Miss Buchanan az ön versenyzője volt. Igen, elindult a vetélkedőn, amelynek a célja az Alexander szappan új arcának a megtalálása. Nyilvános megjelenések, reklámkampányok, egy évig lakosztály a Queens Hotelben, a fődíj pedig $100. A Miss Tisztaság vetélkedő. Igen. Olyan lányt kerestünk, aki tiszta, mint a szappanunk. A Buchanan lány volt az esélyes, kár érte. Remek fotókat csináltunk róla. És mikor látta utoljára? Tegnap. De most, ha megbocsát, szerveznem kell a vetélkedőt. Hol találhatom meg Elaine Lawson-t? Oda bent. Ő az a hölgy, aki épp kísírja a szemét, de köztünk maradjon, a kísért szem rontja az esélyeit. Katie nem szokott késni. Elindultam megkeresni. Pláne a vetélkedőről nem. Csodás ének hangja volt. Én csak kést tudok dobálni. És aztán megtalálta? Igen, a vízen lebegett. Kihúzták, de már késő volt. Miss Buchanan zaklatott volt mostanában? Persze. Elhagyta a gyermekkori szerelme. A legjobb barátnője Mary Nicholson miatt, gondolhatja. Teljesen váratlanul. Valóban? Katie-t és James-t egymásnak szánta a sors. Mary furcsa lány. Nem is értem az egészet. Utoljára mikor látta a hölgyet? Tegnap olyan 5 óra tájban. Együtt szoktunk visszamenni a városba, de mivel vitája volt Marival, maradni akart még. Olyan meleg volt, hogy nem is aggódtam. És mind veszekedtek? Messze voltam, nem hallottam. Pedig Katie nem szokott perlekedni. És hol tudom megtalálni Marit? Biztos James-el van. James Bennett. Az övé a hógombócostand. Értem. Köszönöm, Miss Lawson. Harry? Van életjel? George? Elnézést, uram. Horácio Skyers kapitány. Miben segíthetek a rendőrségnek? Ismeri ön Catherine Buchanant? A halott lányt? Az elmúlt napokban többször is láttam. Utoljára mikor? Nem tudom. Miért? Squires kapitány, láttad ma reggel bármi furcsát? Furcsát? Mire céloz? George. Látott esetleg bármiféle lényt? Lényt? Nem érdekes, biztos nem. De igen, a tóban. Biztos ebben? George,
Csak nem hiszel egy szenilis vénségnek. Szenilis vénységnek? Ő felsége haditengerésze voltam. És megismerem a vízi szörnyeket. Nekem elhihetik, ez a strand életveszélyes. Parancsolj, köszönöm. Túlságosan izzadsz ebben a hőségben. Mr. Bennett, nem de. William Murdoch nyomozó, torontói rendőrség. Jól tudom, hogy ön ismerte Catherine Buchanan-t? Igen, ismertem. Szörnyű, hogy meghalt. És ön nyilván Marie Nichols. Tudja, hogy mi történt Katie-vel? A legjobb barátnőm volt. Össze vagyok omolva. Miss Nicholson, úgy tudom, hogy ön és Miss Buchanan nem sokkal a halála előtt veszekedtek. Mi miatt? Ó, egy semmiség miatt. Ugyanolyan szalagot vett fel, mint én, és nem akarta lecserélni. Csak erről beszéltek? Biztos abban, hogy Mr. Bennett nem került szóba? Nem. Csak a szalag. Miss Nicholson, ragaszkodom hozzá, hogy legyen velem maximálisan őszintén. Legyen! Túl meleg van, nem elíts ki magad. Elnézést, ez zavarba ejtő. Magához tért már? Nyomozó megtenné, hogy hagyja egy percet pihenni? Természetesen. Mr. Bennett, úgy tudom, hogy ön udvarolt Miss Buchanannek, és csak nemrégiben szakítottak. Katie gyalázatos viselkedése miatt. Meg akarta nyerni a versenyt, és ezért az egyik zsűritaggal is flörtölt. Szegény James ezt nem bírta tovább. Marie. Ő az ott. A neve Leslie. Ó, igen, tudom. Leslie Garland. Ismerem. Köszönöm. Nyomozó! Nem tudom, hogy fogalmazzak, de... A felügyelő rengeteg strandolót felzaklatott azzal az állítólagos szörnyeteggel. Megerősítette már valaki, amit látott? Igen, de csak egy valaki ebben a házban lakik. Egy bizonyos Squires kapitány, de ő érti, egy kissé öreg, uram. Ön szerint nem megbízható szemtanú? Nehéz megmondani. Uram, feltehetek egy személyes kérdést? Igen. Hogy lehet az, hogy önt nem zavarja a kánikula? Biztosíthatom, George, rettentően meggyötör. Hát csak mert rólam ömlik a víz, de önt mintha skatujából húzták volna ki. Fontos a megfelelő megjelenés, bármilyen időben. Mr. Garland? Nyomozó? Egy kissé túl van öltözve. Társasági eseményre készül? Mr. Garland, ha jól tudom, ön is zsűritag a Miss Tisztaság versenyben. Hogyan? Ó, igen, valóban az vagyok. És az egyik versenyzővel kimondottan jóban van. Miss Catherine Buchanannal. Nyomozó, az összes lány barátságos hozzám. Mind nyerni akar, és én rám lehet hatni. Udvarolt ön Miss Buchanannek? Bevallom, meghívtam vacsorára, de kikosarazott. Nem viszonozta az érdeklődésem, hiába próbálkoztam. Nekem nem ezt mondták. Az lehetséges, de attól még ez az igazság. És hol volt ön tegnap este? Egy úriember nem pletykál. Hölgyeim, hol is tartottunk? Nagyszerű. Elaine Lawson versenyző a Miss Tisztaság vetélkedőn. De sokak szerint nincs esélye a győzelemre. Ő is elismerte, hogy Miss Buchanan volt a favorit. Ön szerint Miss Lawson ki akarta iktatni a vetélytársát? Lehetséges. És ott van Marie Nicholson is. A halála előtt nem sokkal veszekedett az áldozattal. És ott van még Miss Lawson volt vőlegénye. Ki ez a Casanova? James Bennett. Bár nála nem találtam még indítékot. Ez a helyzet Mason Alexanderrel is. Azt akarta, hogy a halott lány legyen a szappanarca. Korai még bárkit is kizárni, uram. Murdoch, még nem említette a legvalószínűbb lehetőséget, hogy egy szörnyeteg ölte meg, amihez hasonlót még nem láttunk. Uram, azt nem kétlem, hogy ön látott valamit, de talán csak délibáb volt. Nem délibáb volt. Tudom, mit láttam. Már elnézést, uram, de szerintem a viszki látta. Söröztem, Murdoch! Nincs az a bolond, aki strandon viszkit inna. Nem láttam még ilyen sebet. Igen, szokatlan a formája. Van elgondolása? Egy állat, de nem tudom, hogy milyen fajta. A harapás a halál oka? Nem, vízbe fulladt, ám a víz kimosta a vérét, így nem tudom megállapítani, hogy a harapás a halála előtt, vagy az után történt. Tehát leránthatta a víz alá egy ismeretlen lény.
Egy ismeretlen lény? Szóba került, hogy valamilyen szörny lehet az Ontario tóban. Nem csak szóba került, én láttam. Értem. Nos, a fogak mérete arra utal, hogy valami nagyméretű harapott bele. Bár a sérült szövetek hiánya a sebb környékén arra utal, hogy nem tanúsított ellenállást. Vagyis már halott volt, mielőtt beleharaptak volna. Nem szükségképpen. Lehet, hogy a támadás okozta sok miatt teljesen lemerevedett. Nos, Murdock? Van a parton valaki, aki talán hasznos lehet. Ez aztán hát is a magánszférájára. Squires kapitány? A rendőrség visszatért a legjobbkor. Úgy tudjuk, hogy látott egy lényt a tóban. Nem is egyszer. És hogy ennyi ember nyüzsög a parton, az bizony nem sok jót ígér. Az öné, hogy nézett ki? Hosszú volt, elképesztően hosszú. És a feje kiemelkedett a vízből? Igen, igen, pontosan. És mikor látta utoljára? Kígyószerű farkat látott, vagy nagyobb törzset? Mindkettőt, lapos testet. Hosszú farokkal? Igen, úgy van, mint egy tengeri kígyó. Pontosan! Milyen messze volt Zöldes az a... Zöldes volt? Igen, meg barnás. Igen, igen! Uram, ha megengedi. Rajta, Murdock, ne csak én faggassam az urat! Mr. Squires, van bizonyítéka ezekre az észlelésekre? Igen, van. Itt van, né? Jobbat nem sikerült. A méretéhez képest elég fürgén mozog. Ez az. Murdock, én pontosan ezt láttam. Ezt láttuk. Uram, ezt a fotót lehet, hogy manipulálták. De egy vadidegen miért hamisítana fotót valami olyanról, amit én is láttam? Azt nem tudom. Murdock! Ott a bizonyíték. Hogy tudnánk megakadályozni, hogy újra gyilkoljon? Uraim, nem hinnének a szemüknek, egy hatalmas, hosszú lény, pikkelyek, éles fogak, nagy csésze alakú szemek, vörösek és vérszomjasak, Crabtree! Mit tud a tóban lakó démonról? Nem vagyok teljesen meggyőzve. Nem hisz a tengeri szörnyekben? A tengerben van szörny, azért hívják tengeri szörnynek, ám Taviról még nem hallottam. El sem tudom képzelni, hogy egy fennevad megélne az édes vízben. Crabtree! Egy pillanat! Maga azt mondja, hogy hisz a zombikban, a vérfarkasokban, a vámpírokban, a marslakókban, a vénuszlakókban, a rontásokban, a vudú szellemekben, és azt mondta a tengeri szörnyekben is. De egy lény az Ontario tóban, amelyet én és Murdock nyomozó is láttunk, ez már sok az élénk fantáziájának? Uram, azt nem tagadhatom, hogy önök mit láttak, de szkeptikus vagyok. Uram, a referencia anyagok, amiket kért. Köszönöm, George. Mi ez az egész? Uram, ha a lény, amit a tóban láttunk, valódi, annak kell, hogy legyen evolúciós magyarázata. Azt remélem, hogy a válasz a vízéletről szóló eme anyagban rejlik. És itt van az a referencia anyag, amit ön kért. Kitűnő! Jegyzeteltem. 1929. Félelmetes vízikígyót láttak St. Catharines közelében. 1833. Egy 150 láb hosszú tengeri kígyót Kingston Harbor közelében. 1842. 30 láb hosszú barna kígyó nagy fejjel, szintén Kingston. 1877. Egy szörnyetek emelkedik ki és indul el északi irányba, a New Yorki Oaklandból. De uram, ezek a beszámolók mind máshogy írják le az önök állítólagos szörnyetegét. És egyik sem azt írja le, amit mi láttunk. Akkor lehet, hogy több szörnyel állunk szemben. Vagy egyel sem. Crabtree, elképesztő, hogy önből mennyire hiányzik a lelkesedés. Azt hittem, ön lesz a legfőbb szövetségese. Sajnálom, uram, de a bizonyíték nem támasztja alá az állítást. Bizonyíték? Arra céloz, hogy a marslakókra több bizonyíték van, mint a taviszörnyekre? Igen, hogyne. Ezernyi dokumentum. Adok én magának dokumentációt. 1882. Kígyót láttak a Fort York közeli vizekben, a hossza 50 láb, szélessége embervastagságú, kékes, szürke és merev sörték borítják. Túl messze voltunk, hogy a színét láthassuk, de eddig ez a legpontosabb leírás. Uraim, az is lehet, hogy amit önök láttak, az egy nagyon-nagyon nagy hal volt. Nem hal volt. Valóban az a munka teóriánk, hogy Miss Buchanant valamiféle tavi szörnyeteg ölte meg? Igen, Crabtree, az. Uram! Mi teljesen nyitottak vagyunk, George. Az valószínűbb, hogy a Miss Tisztaság versenynek van köze hozzá. A díj nem csekély, és a hölgyek kemény riválisok tudnak lenni, Marigold néném. George, menjen el a bonzterembe, és kérje el Miss Buchanan harapott sebének a pontos méretét. Uram! Crabtree! És gombolja be a zubbonyát! Uram!
Noha elképzelhető, hogy él egy eddig még fel nem fedezett faj az Ontario-tóban, szkeptikus vagyok Julia. De az alakját és a méretét tekintve nyilván gondolt már arra, hogy ez a lény a dinoszauruszok élő leszármazottja lehet. Erre gondolni sem merek, bármilyen nagy is a kísértés. Ó, agyag és méretek. Ezek szerint a délutáni programom módosult. Te arányos az ön által látott szörny méreteivel. Jó, és most hasonlítsuk össze az összes ismert édesvízi fajjal. Érdekelne, hogy mi lenne a neve egy frissen felfedezett dinoszaurusznak? Julia. Ó, remek név, tetszik? Kérem, ne ringasson hiú ábrándokba. Annak az esélye, hogy egy új fajt fedezzünk fel, nem túl magas. Ó, William, inkább higgyünk a lehetségesben, mint hogy a lehetetlen elbátortalanítson minket. Rendőrség 4-es körzet. Krepti! Krepti! Egy pillanat, kérem. Ha a feleségem telefonálna, ne említse a tavi szörnyet. Nehogy megint betiltsa a viszkizést. Ó, azt nem akarnánk, uram. Mondja. A parton? Már is küldünk valakit. Megint látták? Nem, tűz a Miss Tisztaság sátornál. Oh. Uram, talán jobb, ha én vizsgálom ezt ki, mivel a nyomozót más dolgok kötik le. Remek kezdeményezés. Intézkedjen. Mr. Alexander? Tönkrementem. Egy lány meghalt, a sátramat porig égetik. Mit mondjak a részvényeseimnek? Ha valaha elkapom azt a ringyót, esküszöm. Melyik ringyóról beszél, uram? Arról az átkozott Mary Nicholsonról. Nem hagytam volna, hogy megnyerje. El tudja képzelni Miss Tisztaságként? De miért gyújtaná föl ezt a sátrat? Ki tudja, mi van ezeknek a fiataloknak a fejében? Kérdezze meg azt a rakás szerencsétlenséget. Ő mindent tud erről. Elnézést, Miss Lawson. Tudja, hogy Miss Nicholsonnak mi oka volt erre? Mr. Alexander kizárta őt a versenyből. Rájött, hogy gyermeket vár. El tudja ezt képzelni? Volt képe a Miss Tisztaság címét versenyezni. Ki az apa? James Bennett, természetesen. Mr. Bennett? Tizedes, mi történt a sátorral? Ön nem látta? A városban voltam jégért, a mennyasszonyom ott volt, ő jól van? Miss Nicholson gyújtotta föl a sátrat. Istenem, miért tett ilyet? Mert diszkvalifikálták a vetélkedőből az állapota miatt. Ez bizalmasan mondtam el Mr. Alexandernek. Azt akartam, hogy pihenjen. Ilyen hőségben nem helyes ennyit mozogni, árt a kicsinek. Mr. Bennett, ön meg kell találnom Marit. Igen, kényes az állapota. Ha megkérdezhetem, miért nem vette még el? Az átkozott vetélkedő miatt halasztottuk el az esküvőt. Férjezett nő természetesen nem nevezhet. Ha a kíváncsiságát kielégítette, most tényleg meg kell keresnem. Szóljon, ha megtalált. Természetesen. Mielőtt elmegy, kaphatnék egy vaníliásat, csak krémet, jég nélkül. Vigye csak el. Julia, szerintem ez alig, hanem a Plesiosaurus leszármazottja lehet. Bizonyára igaza van. Hasonlít arra, amit én láttam. És ezen a ponton ez a leglogikusabb következtetés. William, ez írtó izgalmas, felhívjam az egyetemet? Mielőtt nyilvánosságra hoznánk, szeretném még egyszer látni a lényt. Én is szeretném látni. William, a hőség miatt képtelenség aludni. Lehet, hogy a parton töltöm az éjszakát. A tudomány érdekében ön is velem tarthatna. És az ön biztonsága érdekében, ez kötelességem is. George, biztos csodás az a meglepetés, de muszáj beengednie. Befutott a 36-os és 37-es is. Köszönöm. Ha a hölgyet nem tudod elvinni a hógombóc standhoz, hozd el a hógombócot a hölgynek.
Ez igazán kedves, George. Én most pont erre vágytam. Akarja megfelezni? Az a helyzet, hogy két adagot hoztam. Tehát újra járt a parton. Mire jutott? Vannak érdekes fejlemények. Igazán? Meg kell győznöm a nyomozót, hogy Miss Buchanant emberölte meg, nem pedig egy taviszörny. Meggyőződésem, hogy maga tudhatni rá. Mm-hmm. Beszéljen vele. Mielőbb, George? Igaza van. William! Ennyire vészes? Ó, nem, ellenkezőleg. A kerékpározás jót tett önnek. Maradjunk inkább a parton. Badarság, William, a vízből ugyanolyan jól látjuk, mint a partról. Egy plesiosaurust egy mérföldről kiszúrnánk. Annyiról nem. Tekintve a holdfényt a szél irányát, szerintem csak olyan 50... Valami isteni, William. Mire gondol? William. William, valamit megérintettem a talpammal. Oh. Julia? Már elment. Biztos semmiség. Valami hozzám ért. Julia. De William, egyértelműen van valami alattunk. Maradjon itt. Az első becslése, doktor? Nem szeretnék spekulációkba bocsátkozni Miss Nicholson halála kapcsán, de a harapás nyomok mérete első ránézésre egyezik Catherine Buchanan-ével. Szabad? Persze. Nem teljesen egyeznek. Különbözhet a fogazat behatolási szöge, a támadás alatt az áldozat testtartása, a bőr és a szövet deformációja. Emiatt két harapás nem lehet egyforma. Akkor lehetséges, hogy a két fiatal hölgyet ugyanaz a lény harapta meg? Hát, lehetséges, igen, de nem biztos. Ha most megbocsájt, hoztak valakit. Biztosíthatom, hogy Miss Nicholson a prioritás. Köszönöm, várom az eredményt, doktor. Catherine Buchanan megfulladt. Elképzelhető, hogy valamilyen lény rántotta le a víz alá. Mary Nicholson testén hasonló harapás nyomok vannak, és lehet, hogy szintén megfulladt. Mivel a harapás nyomok különböznek, lehet erre más magyarázat. Igen. Hogy két szörny garázdálkodik a tóban. Vagy talán emberibb indíték van a háttérben, uram. Az engedelmével folytatom a Miss Tisztaság versenyzők hátterének a vizsgálatát. Igazán? Uram, önt lefoglalta a tavi szörnyeteg, ezért én... Igen, George, mit tudott meg? Uraim, Miss Nicholsont kizárták a vetélkedőből, mert gyermeket várt James Bennettől. Ez azt jelenti, hogy James Bennettnek már azelőtt viszonya volt vele, hogy szakított volna Miss Buchanannel. Ez időpocsékolás. Térjünk vissza a szörnyre. Uram, George, a két lány nem ölhette meg egymást. Uram, nem is arra utalok, de Miss Nicholson tönkretette Mason Alexander vetélkedőjét. Szerintem ő akart bosszút állni. Mi volt az indíték az első lány megölésére? Azt még nem tudom. Hogy magyarázza a harapás nyomokat? Azt sem tudom még. Pontosan! Akkor fordítsuk vissza a táblát, jó? Na! Uram, a két hölgyet olyan sok szál köti össze, hogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül a George által bogozott szálat. Mindkettő a parton volt, mindkettőt megharapta egy szörny. Ez milyen szál? Ha az lenne az egyetlen. Ám a két hölgy jól ismerte egymást. Mindketten indultak a Miss Tisztaság vetélkedőn, és ugyanazt a férfit szerették. De ez nem válasz a kérdésre. Ha gyilkosság történt, akkor ki akarná mindkét hölgy halálát, és miért?
Úgy tűnik, hogy Miss Nicholson nem megfullad. Nem fulladás? Nem. A halál oka elvérzés. A harapott sebek miatt. Igenis, és nem is. Ha közelebbről megnézi, egy zúzódást lát. Azt egy markolat vagy egy nyél okozhatta. Még nem tudom, mi volt a gyilkos fegyver, de lehetett kés. Mielőtt megharapták volna. Leszúrták. Csodaszép ének hangja volt. Én csak kést tudok dobálni. Meghalt. Mari is meghalt. Úristen. Miss Lawson, ön meg akarta nyerni a Miss Tisztaságvetélkedőt bármi áron. Mire céloz? Hol volt tegnap este? Mr. Alexanderrel. Nekem ígérte a címet. Ő hajlandó ezt igazolni? Ez titok még, de természetesen. Nem vagyok túl szép, és a családom is szegény. Nincsenek kilátásaim, nekem nagyon kell ez az állás. Miss Lawson, ön ölte meg Catherine Buchanant és Mary Nicholsont? Atyaik, dehogy! Ezeket el kell koboznom, amíg nem igazolta a sztoriát. A késeimet nem veheti el, nekem az minden vagyonom. Ön ennél nagyobb bajban van, Miss Lawson. Vérnyom nincs. Bár azt le is törölhették, Dr. Grace majd összehasonlítja az alakját a sebbel. Az a lány a saját árnyékától is fél. Nem tudom elképzelni, hogy ölt volna. Na és Alexander, az ő alibije? Harry most veszi fel a vallomását. Ő és Miss Lawson nyilván igazolják egymásét. Uram, ő nem harapásba halt bele, őt leszúrták. Nincs szörnyetek. Sajnos nincs. A harapás nyommal pedig a mi figyelmünket akarták elterelni. Viszont ha nem szörnyeteg ölte meg, mi okozta a harapást? Eltűnt! Uram, ezt nézze meg. Vér. Tehát ő az elkövető. Úgy néz ki. Akkor egy szörnymásolóval állunk szemben. És van arra alkalmasabb a szörny szakértőnél. De miért tett ki csapdákat? Mit őriz? Tényleg túl sok sört ittam. Miért? Én csak egy kis nyugalmat akartam. Az az iszonyú tömeg. Tönkreteszik a földemet, még a parton is kint alszanak. Nem bírtam már elviselni. Ezért kitalálta a szörnyet. Teljesen logikus. Azt gondoltam, hogy az elriasztja a tömeget. Squires kapitány, ha valóban ez volt a terve, akkor nem volt elég a tavi szörny. Miért ölt meg két ártatlan fiatal lányt? Gyilkosság? Ó, nem, nem, félreértettek. Nyilván. Az a fiatal hölgy, Miss Buchanan. Láttam, hogy köveket tesz a zsebébe, virágfűzért a nyakába és belesétál a tóba. Öngyilkos lett? Szerintem igen. Én rohantam, hogy kimentsem, de már késő volt. Ezért kihúzta a holttestét és megharapta, te gyászörnye! Én csak kihasználtam az alkalmat. Egy holttest mindenkit meggyőz arról, hogy a szörny valódi. Sajnálom. Na és Miss Nicholson? Róla nem tudok semmit. A királynő emlékére esküszöm. A maga csapdája harapta meg! A csapdáimat bárki elvihette onnan. Mindenki tudja, hogy hol vannak. Ennek teljesen elment az esze. Hozzányúl egy holttesthez, hogy elriassza a jó népet, és még egy szörnyet is megépített. Sajnálom, uram, higgy el, tudom, hogy mit érez.
Petri, maga csak ne vigasztaljon engem. Csak arra célzok, hogy volt részem csalódásban, de tudja mit? Sose adja fel a reményt. Köszönöm, Crabtree. Ha őszintén hiszi, hogy taviszörnyek léteznek, meggyőződésem, hogy talán rá bizonyítékot. Azt mondtam, köszönöm, Crabtree. És Toronto ideális hely. Itt van az Ontario-tó, az Erie-tó, a Huron-tó, alig egy nap járásra. Ha folyókat is be akar George, vonni... ön most menjen el Dr. Grace-hez. Mielőbb azonosítanunk kell a fegyvert, amely megölte Miss Nicholson-t. Uram, már is. Fel a fejjel, fel a fejjel. Valóban úgy fest, hogy Catherine Buchanan öngyilkos lett. A fehér ruha. A kövek a zsebben. Ez egy elárult nőre val. Hihető szenárió, és összhangban van Squires kapitány vallomásával. De hogy kapcsolódik egy öngyilkosság Miss Nicholson megöléséhez? Talán sehogy. Talán nincs köztük kapcsolat. Mary Nicholson könnyen szerzett ellenségeket. Az indítékot lehet, hogy még nem fedeztük fel, ami nem segít felelni a kérdésre. Ki ölte meg Mary Nicholsont? Egyik kés sem egyezik Miss Nicholson sebével. Talán valamilyen szersze? Igen. Valami vékonyabb, törkörösebb. Egy jégbontó? Mint amit a hólabda árus használt? Uram, biztos, hogy nem James Bennett ölte meg. Akkor a saját gyermekét is megölte volna. Mary Nicholson nem volt várandós. Arra utaló jel sincs, hogy valaha lett volna. Mr. Bennett! Szeretnénk megkérdezni Mary Nicholsonról. Katie volt a mindenem. Ezt gyerekkorunk óta tudtuk. És Miss Nicholson? Katie hazautazott a családjához, 2 hónapja St. Catharines-ba. Magányos voltam. Mary elcsábított. Soha semmit nem bántam még ennyire. És utána elmondta önnek, hogy teherbe esett. A szívem összetört. Muszáj volt feleségül vennem. Katie-nek nem mondhattam el, nem akartam még nagyobb fájdalmat okozni neki. Ő valahogy mégis megtudta. Mary mondta el neki. Biztos dacból vagy, hogy dicsekedjen. De én erről semmit nem tudtam, amíg... Amíg? Egy nappal Katie öngyilkossága után ezt kaptam postán. Drága James, nem tudok nélküled élni, nem tudom elviselni, hogy nem tőlem, hanem mástól lett gyermeked. Örökre szeretni foglak, megbocsátok. Már itt nem bánthattam. Nem akartam tovább terhelni. A hőség, Katie halála, mindez túl sok volt neki. Muszáj volt a gyermekemre gondolnom. Ezért kizáratta őt a Miss Tisztaság vetélkedőből. Úgy volt a legjobb. De már itt dombolt. Elmondta, hogy nem is volt terhes. Hazugság volt. Katie egy hazugság miatt ölte meg magát. Ezért ön megölte Maryt. Azt sem tudtam, hogy mit csinálok. Ott volt a jégbontó a kezemben. Elborult az agyam. Nem is emlékszem arra, hogy leszúrtam. Megbánást kéne éreznem. De nem érzek. Csak azt sajnálom, hogy így nem juthatok a mennybe. Mert azt tudom, hogy Katie ott van. Kár, hogy bezárt a hógombóc árus. Nem tudom, George. Az ön gombóca nekem jobban ízlik. Jó újra a szabadban. Különösen így, hogy vége a hőségnek. Megtalálta az ismeretlenek rokonait? Valamennyit. És mi lesz a többivel? A város biztosítja nekik a keresztény temetést. Talán én leszek az egyetlen gyászoló, de legalább nem lesznek egyedül. Megengedi, hogy önnel tartsak? Az nagyszerű lenne. Mi az? Az ördögbe! Nyavajás léhűtök, hozzátok vissza a kalapom! A teremtését!
Ó, úristen, Emily, tönkretettem valakinek a kalapját. Szerintem ez a felügyelői. A legjobb, ha elrejti a bizonyítékot. George, ez egyértelműen repül. A mindenit. Emily, föltaláltam egy strandjátékot. Legyen repülőkalap. Vagy Grease Crab Tree. Grease Tree. Grisby. Frisby. Nyilván megkönnyebbült, William. Ó, elismerem. Egy kissé csalódott vagyok. Meglehetősen élveztem a közös kutatásunkat. A gondolat, hogy felfedezünk egy új fajt? Ó, William, találom még dinoszauruszt, meggyőződésem. Sem. Julia, mindenütt emberek vannak. Létezik ennél helyesebb, hogy egy nőnek fekete harisnyát kell hordania ilyen hőségben? Ön egy rendkívül ilyen szabados hölgy. Igen, az vagyok. Igaz?